Sziasztok! Karantén mellett is kulisszából jelentkezünk most itt. A lehető legnagyobb biztonsági intézkedések mellett is zajlanak a felvételei az M5 kulturális és oktatási csatorna új műsorának, amely hétfőtől minden hétköznap képernyőn lesz. Alsós, vagyis suli kalandok, ez a cím a műsornak, amelyből természetesen nem hiányozhat a vers, a költészet, hiszen nem lehet az anyanyelv ápolást és a költészetre való nevelés, az érzelmi kötődést elég korán elkezdeni megtanítani, megmutatni a kicsiknek és a nagyoknak. Úgyhogy lesz verspercek Luther Imrével speciálisan, gyerekversekkel, nem csak gyerekeknek. Tartsatok velünk minden hétköznap az M5-ön. Jó forgatás nekünk! Az iskolában úgy szeretném megtanulni számolni, hogy megnézzük, hogy egy-egy költő hány verset írt, vagy egy-egy író kezéből hány novella, hány regény fakadt, és mennyi látott napvilágot, akkor bizony Móri Zsigmond esetében bajban lennénk. Mert hogy ő az az író, akinek számos regénye, novellája és verse is jelent meg, nagyon-nagyon sokat alkotott és rendkívül izgalmas témákat dolgozott föl. Biztosan hallottatok már a Légy jó, mint halálig, vagy az Árvácska című művekről, amiket filmen, színdarabban is bemutattak már, és bizony olvashattunk is akár könyvben is, hogyha valaki nem saját maga, akkor az édesanyja, édesapja vagy a nagyszülők bizony olvashattak fel belőle részleteket, vagy mondhattak el belőle történeteket. Móri Zsigmond, aki egyébként nyírségi származású volt, és egy paraszti családból jött, ott nevelkedett föl, bizony rengeteg olyan témát hozott, ami az akkori társadalomban valahol a 19. század elején és közepén jellemző volt. Hogy milyen verset hoztam? A fűszálakhoz kapcsolódót. Mert hogy képzeljétek el, hogy egy nagy paraszti birodalomban rengeteg tehén van. Mit csinálnak a tehenek? Legelnek. Ha az ember nem ismeri a teheneket, mert városi legény vagy leányka, és elmegy vidékre a tanyára és megnézi ezeket, elsőre szemébe fog ötleni, hogy milyen hosszú a farkuk. Na most ez az, amit nem szabad megfogni, mert ha megfogjuk, akkor bizony pórul járunk. Móri Zsigmond is megírta, amikor a török ellátogatott a tehenekhez. Volt egy török, Mehemed. Sose látott tehenet. Nem is tudta Mehemed, milyenek a tehenek. Egyszer aztán Mehemed lát egy csomó tehenet. Csodálkozik Mehemed, ilyenek a tehenek? Én vagyok a Mehemed. Mi vagyunk a tehenek. Számlálgatja Mehemed, hány félék a tehenek. Meg is számol Mehemed háromféle tehenet. Fehéret, feketét, tarkát. Meg ne fogd a tehén farkát? Nem tudta ezt Mehemed. S felrúgták a tehenek. Na csuma piskóta fejűek! Még egyszer. Higgyétek el, azért, mit kezdek, mint egy pap? Na várjál, mindjárt. Én Luther Imre vagyok, ez pedig itt a vers helye. Iratkozz fel a csatornámra, és én kimondom, amit a vers elmond. Csatornámra még egyszer, jó? Na csuma!